mostani új helyzetről, itt Diójében mi a véleménye? Hát én itt a szövetségnek az egyik vezetője, én a szövetség nyilatkozataira támaszkodom, és ahhoz tartom magam. Már a múlt évben is a szövetség közgyűlése nyilvánította azt az álláspontját, hogy nem tartja elfogadhatónak a magyar filmtámogatási rendszert, ami most pillanatnyilag működik, illetve hát nem igazán működik, mert például ezen a szemlén gyakorlatilag azokban a filmekben, amik itt megjelennek, ennek a filmalapnak, ami hivatott lenne a magyar filmet támogatni, egyelőre egy forintja sincs benne. Mikor kap támogatást a magyar film? Mikor tud újra beindulni? Hát ezt azoktól kellene megkérdezni, akik ezt működtetik, ezt a rendszert. Mi erre nem tudunk igazából semmit sem mondani. Gyakorlatilag két éve nincs megoldva a magyar filmnek a rendszeres támogatása, ugye attól kezdve, hogy a filmalapítványnak a pénzeit zárolták. Gyakorlatilag ez két év. A minisztérium alkalmilag támogatott bizonyos produkciókat, azoknak egy része ugye itt van a szemlén, de a legnagyobb része az itt levő filmeknek az teljesen saját erőből, szakmai részvétellel és önfeláldozó munkával jött létre. Tehát azt tudom, még egyszer azt tudom mondani, hogy ez a filmtámogatási rendszer ez pillanatnyilag nincs megoldva. Most 2012-ben vagy 81-ben volt, könnyen lehet? Egy az azért jó dátum nekem, mert a Kopasz Kutya ugye akkor készült, és most csináltuk meg a Kopasz Kutya 2-t. Hát ez egy hosszabb történet lehetne, mert ugye a Kopasz Kutya annak idején nem volt egy nagyon vonalas film, sőt bizonyos hát balhék is alakultak körülötte, mert eléggé hát nagy ügyességre volt szükség, hogy a rendszeren valahogy keresztül passzírozzuk, de mégiscsak arról van szó, hogy akkor is volt egy konszolidált filmtámogatási rendszer. Egy csomó jó film elkészült, mint tudjuk a magyar filmtörténetből. Tehát ez az akkori körülmények között, én még azt is megkockáztatom, hogy európai vagy kelet-európai viszonylatban is egy elég progresszív szisztéma volt. A filmesek már akkor is ugye ott ki tudtak egyfajta önállóságot, ki tudtak harcolni. És ezt vitték tovább 90-ben, amikor kiharcolták a filmalapítványt, stb. Tehát az egy teljesen más világ volt, egy teljesen más rendszer volt. Én akkor már egy viszonylag, hogy mondjam, ilyen pályám közepe táján járó rendező voltam, tehát nem volt olyan nagyon-nagyon nehéz egy filmet nekem megvalósítani. Most meg megint csak ebben a rendszerben is meg tudtam csinálni azt, hogy találtam egy független producert, aki a zsebébe nyúlt, meg összeszedett innen-onnan pénzeket. Egyébként a minisztériumtól is kaptunk egy szerény támogatást. És hogy ön szerint a mi generációnk, nekünk érdemes ilyen kultfilmbe vágni a fejünket? Lehet-e egyáltalán, van-e lehetőségünk egy ilyen filmet csinálni, ami a mi korosztályunkat ragadja meg? Hogy lehetje? Hát én nagyon bízom benne, hogy a fiatal kollégák megtalálják ennek a módját. Egy titok, ami mondjuk ön ajánlani tud nekünk, tanácsolni. Nem tudom, hogy nem hiszem, hogy van ilyen titok, sokféle titok van, mindenkinek valószínűleg megvan a saját titka, nem tudom. Én nekem talán az a legfontosabb, hogy egyfajta elkötelezettség szerintem a lényege a filmkészítésnek, tehát ez nem tanulás vagy gyakorlás kérdése, hanem elsősorban elkötelezettség és elszántság kérdése, de valószínűleg ez az én személyes receptem, úgyhogy ezt mindenkinek magának meg kell találnia. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Köszönjük szépen. Köszönjük. Milyen kamerátok van? Én ugye nem nagyon...